Jó reggelt, jó napot, jó estét mindenkinek, attól függően, hogy mikor nézitek a videót. A mai nap a megszámlálhatóságról és a megszámlálhatatlanságról fogunk beszélni. Nagyon fontos leszögezni, hogy az angol nyelven minden főnév megszámlálható vagy megszámlálhatatlan. Ez ugye a magyarban nem így működik, ezért úgy látom, hogy nagyon sokaknak ez nehézségeket okoz sajnos. Alapvetően megpróbáltam összegyűjteni pár szabályt, ami segíthet abban, hogy eldöntjük, hogy mi az, ami megszámlálható, és mi az, ami megszámlálhatatlan. Megszámlálhatóak közé tartoznak mindazon szavak, amelyek többes számba tehetőek, nincsen többes száma, viszont megszámlálhatónak számít, és van többes száma, de annak rendhagyó alakja van. És vannak megszámlálhatatlan szavak, ilyen a például az anyagok nevei, folyadékok, elvont fogalmak, kisméretű dolgok, és rendhagyó alakú megszámlálhatatlan főnevek. Nézzük először a megszámlálható főneveket, mert azok az egyszerűbbek. Ilyen például az Orange, Desk vagy Friend. Ezek mind megszámlálható főnevek, és többes számba is tudjuk őket tenni, tehát egy plusz egy ragot tudunk a végére tenni, vagy toldalékot. Tehát az Ön Orange, az azt jelenti, hogy egy narancs, Three Orange is, három narancs. Magyarul ugye narancsok, az furcsa hangzik, de angolban muszáj kirakni, hogy narancsok, tehát három narancsok. A desk, many desks, a friend of mine, two friends of mine. Nézzük azokat, amelyeknek nincs többes száma, viszont megszámlálhatónak számít. Ilyen például a fish. Ez akkor is fish, hogyha egy darab hal, meg akkor is, hogyha három darab hal. Tehát például a fish, vagy three fish. Ez mindig ugyanígy lesz. Akkor lesz ez fishes egyébként, hogyha többféle hal típusról beszélünk. Tehát, hogyha el tudsz képzelni, mondjuk gondoljak mondjuk egy cápát bohóc halakkal egymás mellett egy csoportban, akkor az fishes lesz. De csak azért, mert több típusú, több fajtájú halról beszélek. Ilyen még a sheep, deer, moose, swine, buffalo, shrimp és trout. Aztán vannak olyan kraftok, amelyek ember által vannak elkészítve. Ezek amolyan barkácsolós készítmények. A spacecraft, aircraft vagy watercraft. Ezeknek tehát nincsen plusz S toldaléka. Vannak olyanok, amelyek többes számúak, és többes számba is tesszük, viszont a többes számú alakja rendhagyó formát vesz fel. Így csak egy párra csoroltam fel, ez az egyik letölthető dokumentumban odalent a leírásban megtalálható, légy szíves, ezt nézzétek meg, nyomtassátok ki, olvasgassátok és ismerjétek meg. Én ide csak azokat raktam be, amit leggyakrabban használok az órák vagy tanítás során. Jó? Ilyen például a leaf, az egy darab levél, leaves, levelek. Tehát ott az első, bal felső téglalapban azt látjátok, ami F-re végződik, vagy F-R-re, és a többes számú alakja V-E-S lesz, hogyha megnézitek, jó? Tehát leaf, leaves, wolf, wolves, knife, knives, ott nem ejtjük a K betűt, jó? Tehát knife, knives, nem knife, olyan nincs egy knife. Aztán life, lives, wife, wives, calf, calves. Nézzük jobboldali téglalapot, mouse, mice, person, people, man, men, ugyanúgy ejtett. Woman, women, child, children, és az alsó téglalap, foot, feet, tooth, teeth, goose, geese. Itt látjátok az alsó téglalapban pedig azokat gyűjtöttem össze, ami O-O-val kezdődik, de I-I lesz többes száma, vagy az E-E lesz pontosabban. Itt az utolsó téglalapban azt tudnám elmondani, hogy általában ezek azok, amit többes száma szoktuk használni, amit testrészekről beszélek, tehát a lábfejről és a fogról, a libáról nem. A lábfej és a fognál, de egyébként bármilyen másik testrész esetén, hogyha kettő darab van, akkor többnyire többes száma szokták használni, tehát kettő darab kezünk van, kettő darab lábunk, kettő darab szemünk, kettő darab fülünk. Ezeket általában mindig többes száma szokás használni az angol nyelvben. A megszámlálható főnevek elé a következő szavakat tudjuk odarakni, és ezekkel fogunk továbbra is foglalkozni. Tehát ez lenne valójában a nyelvtan a mai órán. A many, a lot of, lots of, a few, some, any. Ide még lehetne egyébként a several szót is rakni, azt, hogy a bunch of, plenty of. Jó? Ezekkel mind fogunk még foglalkozni a mai órán. De most nézzük meg akkor az elméleti részét a megszámlálhatatlan főneveknek. Szerintem ez is egyébként egyszerű.
Először is vannak olyanok, hogy anyagok nevei. Ezeket úgy kell értelmezni, hogy olyan anyagok, amikből valamit készítek. Jó? Tehát például fa, arany, ezüst, fém, vas, wood, gold, silver, metal vagy iron. Jó? Tehát, hogy ezek mind anyagok, amikből készítek később valamit. Aztán vannak folyadékok, víz, bor, forró csoki, tej, tea, water, wine, hot chocolate, milk és tea. Ezeket sem rakjuk több eszámba. Aztán vannak elvont fogalmak, mint szeretet, szerelem, love, béke, peace, szerencse, luck, tudás, knowledge. Így sem ejtjük a K betűt. Tehát bármilyen egyéb szó, mint az előbb is volt a knife, itt knowledge, vagy a K ennel kezdődik a szó, akkor K betűt nem ejtjük. Jó, ezeknek sincsen több eszáma. És vannak még a kisméretű dolgok, ezt úgy szoktam értelmezni, hogy lusták, hogy megszámolják, vagy mi vagyunk lusták, hogy megszámoljuk, ilyen például a rizs, rájsz, fű, grász, sószalt, és cukor, sugar. Vannak rendhagyó alakúak, ezek megszámlálhatatlanok, viszont olyan alakjuk van, mint hogy a többes számlálna, mert egy plusz S ragra végződik. Például a formán adlag jeans. Miért? Azért, mert kettő darab lábszára van. Kesztyű, gloves, miért? Mert van egy jobb oldala és a bal oldala. Szemüveg, glasses, azért, mert jobb és bal üvege van, és a glass ugye azt jelenti, hogy üveg. Hírek, news, általában a híreket, tehát nem csak egy hírt közlünk, hanem többet, meg egyébként is, amikor nézzük a híreket, akkor is több dologról van szó. És csomagok, luggage, ennek nincs többe száma, ez csak így, hogy luggage. És ez azt jelenti önmagában, hogy csomagok. Amit meg kell tanulni a megszámlálhatatlan főnevek esetén, az az, hogy ezeket általában gyűjtőszóval szoktuk párosítani. A gyűjtőszavak azokat úgy kell elképzelni, mint egy szerkezet az adott főnév előtt, mint hogyha egy jelző lenne, és ezeket azért rakjuk oda, mert a gyűjtőszavak megszámlálhatóak, és a gyűjtőszavak, hogyha a megszámlálhatatlan főnév előtt állnak, akkor az egész szerkezet megszámlálhatóvá válik. Tehát például a pair of jeans, ez azt jelenti, hogy egy pár farmer, úgy is lehetne mondani, hogy egy farmer. Three pairs of jeans, az három pár farmer, vagy három farmer. És láthatjátok, hogy már az első két példában bemutattam, hogy hogyan lesz ez megszámlálható, jó? Azt mondom, hogy a pair of jeans, nem azt mondom egyébként, hogy one pair, hanem ő. Tehát az egyes az mindig ő lesz, vagy ön. Ott nem mondjuk ki, hogy van, mint a számok esetén az egy. Ott a pair szót, azt nem raktam többe számba, mert egy darabról van szó. Viszont amikor azt mondtam, hogy three pairs of jeans, akkor láthatjuk, hogy maga a gyűjtőszó, a pair, az megszámlálhatóvá válik, ezért többes számot teszem, és egy S betűt rakok utána. Tehát three, mert három darab van belőle, pairs, mert többen vannak, több párról beszélek, three pairs of jeans. Az of szóról pedig már tanultunk pont az előző órán, egyébként a birtokos esetnél. Az apostrof S-nek a párja az of, amikor megcseréljük a birtokos szerkezetet, felcseréljük pontosabban, jó? Nézzük a következő. A couple of birds, maga a bird szó egyébként megszámlálható, azért kell többes számot tenni itt, de ez azt jelenti, hogy megszámlálható szavakkal is működik egyébként a gyűjtő szó. Jó, tehát hogyha azt mondom, hogy a couple of birds, az azt jelenti, hogy egy pár madár, mivel egy párról beszélek, ezért az már kettő, mivel kettőről beszélek, magát a madarat fogom megszámolni, és a madár megszámlálható szó, ezért többes számba fogom tenni. Azt is mondhatnám, hogy three couples of birds. Ez nincsen odaírva. Mondom még egyszer. Three couples of birds. Hogyha ezt mondom, akkor hallottátok megint, hogy three, mivel három darabról beszélek, három darab párról, ezért magát a couple-t is többes számba raktam. Couples of, birtokos, és birds. Azért rakom a birdöt többes száma, mert többes száma tehető, és több mint egy darabról beszélek. Azt mondja, hogy utolsó példa, three pinches of salt, az három csipet só. A pinch, P-I-N-C-H, az lenne az eredeti szó, az egy darab öpincs, az lenne az egy darab csipet,
3 pinches, 3 darab csipetek, a sóból. Ez így néz neki. Jó, erről ugyanígy egyébként lesz több is, itt felsoroltam nagyon-nagyon-nagyon sokat. Ezek a leggyakoribbak, amiket nagyon gyakran szoktam látni, szerintem nagyon sok olyan van, amit lehet, hogy nem is fogtok hallani egy jó darabig. Érdemes leírni, vagy készíteni egy fényképet, és tanulmányozni. Itt a végén egyébként ugyanúgy jobb oldalon írtam még egy pár példát, hát ha úgy esetleg egyszerűbb lesz nektek, jó? A megszámlálhatatlan főnevek elé a következőket tudjuk majd rakni, ugyanúgy, mint a megszámlálhatók elé jelzőként. Much, a lot of, lots of, itt is lehetne a plenty of és a bunch of, a little, some és any. Azt mondja, hogy összegezve, tehát vannak olyan főnevek, amelyek ugye nem tehetek több a számba, de ettől még megszámlálható dologként kezeljük őket. Ilyen volt a deer, fish vagy aircraft. Vannak olyan főnevek, amelyek ugyan rendhagyó formájúak többes számú alakban, de ettől még megszámlálható dologként kezeljük őket. Ilyen volt a person, child, children, men, men. Aztán, ha a megszámlálhatatlan főnévelő gyűjtőszót rakunk, mint a pair, couple, jar, box, akkor azok megszámlálhatóvá válnak, azaz a gyűjtőszavak megszámlálható dolgok. One pair of shoes, two jars of honey, three bars of soap. Na, most, hogy eddig eljutottunk, végre elkezdünk beszélni azokra a jelzőkről, amiket már említettem. Ez lenne valóban a nyelvtani része ennek az órianyagnak. Egész eddig többnyire az elméleti részről beszéltünk. Nézzük tehát. Much és many. Mind a kettő szó azt jelenti, hogy sok. Többnyire kérdésben szokott előfordulni, olyan formában, hogy how much és how many. Úgy fogjuk ezeket használni, hogy a much-ot megszámlálhatatlan dolgokhoz párosítjuk, a many-t pedig a megszámlálható dolgokhoz. Azt mondja, hogy many például lehet megszámlálható, arról már tanultuk, hogy minden olyan szó, ami több eszáma tehető, és ott beszéltünk a friend szóról, ami azt jelenti, hogy barát, ezt lehet több eszáma tenni, mint friends. Akkor azt mondhatnám, hogy I have many friends. I have many friends. Sok barátom van. Vagy kérdésben, how many friends do you have? Mennyi barátod van? Hány barátod van? Much-ot bal oldalra megyünk, azt pedig a megszámlálhatatlan dolgok elé lehetne tenni. Például beszéltünk folyadékokról. Jó, nézzünk pár példát a much szóra. A much is ugye ugyanazt jelenti, mint a many, tehát sok. Nézzük például, the pool has much water inside of it. The pool has much water inside of it. Tehát sok víz van a medencében, így lehetne lefordítani magyarosan. És kérdésben, how much is it? Mennyibe kerül? How much is it? Mennyibe kerül? Na nézzünk pár új példát. Azt mondja, there isn't much milk left at home. Nem marad sok tej otthon. I don't have much money in my tea. Nincsen sok. Szerintem az ott honey akart lenni. De jó, fordítsuk le így akkor. Nincsen sok pénz a teámba. A honey az azt jelenteni H-val. Hone Y, az a méz. Szerintem az akart lenni. I don't have much honey in my tea. Ez azt jelenti, hogy nem, nincsen sok méz a teámba. Na, lefordítjuk szó szerint, I don't have much money in my tea, akkor nincsen sok pénz a teámba. Szerintem az elég vicces, úgyhogy ezt így fogom hagyni most már. Nézzük akkor kérdést. Can you tell me how much difference do you see in these two pictures? El tudnád nekem mondani, hogy mennyi különbséget látsz a két kép között. Ugye az első példa az folyadék volt, a második példában, hogyha money-t hagyom, akkor a money szó az megszámlálhatatlan. Hogyha a pénz nemről beszélek, mint például a forint, a font vagy a dollár, azok már megszámlálhatóak, jó? Tehát a money szó, mint pénz, megszámlálhatatlan. A pénz nemek, azok megszámlálhatóak, azoknak van több eszáma. Ha azt mondom, hogy honey, a második példamondatban, akkor az is folyadék. Azt mondja, hogy a harmadik példamondatban a difference, az egy elvont fogalom. Ezért lesz mindig much. Nézzük a következő, I don't have much to do. Nincsen sok dolgom, ez egy kifejezés, ezt így használják, ezt így érdemes
meg is tanulni egyébként. I don't have much to do, nincs sok dolgom. És nézzük az utolsó példamondatot. Your child has so much respect towards the elders. Your child has so much respect towards the elders. Ezt úgy lehetne magyarosan lefordítani, hogy a gyermeked nagyon tiszteletudó. Szó szerint azt jelenteni, hogy a gyermekednek nagyon sok tisztelete van az idősek felé. Ugye a tisztelet, mint respect, az is egy elvont fogalom, és ezért lesz much. Nézzük a menis példamondatokat. I usually don't eat that many bags of chips. Nem eszek sok zacskó chipset. Ott a many, a bagre vonatkozik, many bags. Mivel many sok, ezért magát a gyűjtőszót, mert itt a bag, az egy gyűjtőszó, több eszembe kell tenni, mivel nem egyre beszélek, hanem azt mondom, hogy sok. Ezért many bags. Nézzük a következő. Do you have many friends? Sok barátod van? Megint friend az egy megszámolható szó, mivel azt mondom, hogy sok, akkor több mint egy darab, tehát magát a megszámolható szót több eszembe kell tennem. There are so many candles in your room. Olyan sok gyertyád van a szobában. Megint candle, megszámolható szó, több eszembe kell tenni. He has many hobbies. Sok hobbija van. Ez egy érdekesség, tehát a hobbi szót valamilyen oknál fogva ők megszámlálhatóként kezelik, tehát ennek van több eszáma, még akkor is, hogyha ez elvont fogalom. Tehát lesznek ilyen érdekességek, nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket mindig írjátok le, és próbáljátok meg megtanulni egyenként. Nézzük utolsó példamondatot. We have many pairs of shoes at the entrance. Somebody will sleep on them. We should clean up that mess. Nagyon sok cipő, vagy pár cipő van a bejáratnál. Valaki meg fog csúszni rajtuk. Fel kell takarítanunk ezt a rendetlenséget, vagy kupit. Jó, itt a many megint a pair-re vonatkozik, mint gyűjtőszóra, ezért a pair szót, gyűjtőszót több eszembe kell tegyem. Nézzük a következő fejezet ennek a leckének, az a lot of, lots of, plenty of, a bunch of. Mindegyik ugyanazt fog jelenteni, hogy sok, mint az előző kettő. Ugye az előző kettőnél, much many-nél mondtam, hogy ezek többnyire egyébként kérdésben szoktak szerepelni. Lehet őket tagadó és kijelentő mondatba is tenni, de valamilyen oknál fogva ők inkább úgy szokták használni, hogy how much és how many. Jó, tehát nyelvtanulni nem helytelen, hogyha azt használjátok. Én ezt a hát igazából három szerkezetet azért szeretem használni, mert ezek olyan Jolly Jokerek, jó? Tehát ezt a három szerkezetet mind megszámlálható és megszámlálhatatlan szavakkal is lehet használni. Az első kettő, az a lot of és lots of, az egy és ugyanaz. Tehát az a lot of másik formája a lots of. Olyan nincs, hogy a lots of, jó? Tehát vagy ez, vagy az. Plenty of és a bunch of. Mi a különbség közöttük? Az a lot of vagy lots of a leggyakoribb. Azt szokták a legtöbbet használni, annyit jelent, hogy sok. Tehát ennek semmi extra nincs. A plenty of az egy kicsit azt jelenti, mintha szubjektíven majdhogy nem túl sok is lenne valamiből. Tehát ránézel egy adott tárgyra, egy adott dologra, és azt mondod, hogy huha, ez egy picit több, mint amire számítottam. Az a bunch of az pedig szó szerint azt jelenti, hogy egy csokor, egy csokornyi, tehát nagyon gyakran használják virágra, vagy banánra is. Tehát ők ezt arra a kettőre szokták gyakran használni, de alapvetően nem kizárásos. Jó? Azt tudnám elmondani, hogy az ölotoflocof a leggyakoribb, mint hivatalos, mint hétköznapi beszédben, de ugyanúgy lehet használni a másik kettőt is. Mint mondtam, ugyanúgy fogjuk lefordítani, hogy sok. Lehet így szinonimákat is keresni, mint rengeteg, tömérdek és a többi. Ez nem fogja befolyásolni a mondat jelentését. Nézzünk példamondatokat ezekre. There are lots of people here, sok ember van itt. There are a lot of people here, sok ember van itt. Ugye a két formája a lot of-nak. I need a lot of money, I need lots of money, sok pénzre van szükségem. I spend money a lot. Itt az a lot of-nál van egy érdekes szerkezet, és itt az utolsó négy mondat egy kicsit eltér az előző négytől, ha jobban megnézitek.
Tehát az előző négyben azt mondtam, hogy locof vagy ölotof. Azok mindig úgy működnek, hogy tárgyra vonatkoznak, és a tárgy előtt lesznek, mint egy jelző. Az utolsó négy mondatban pedig, hogyha megnézitek, akkor az ölot le is záródik itt, hogy ölot, nincsen off, és a mondat végén lesz. Ezért, hogyha annyit mondok, hogy ölot, és a mondat végére teszem, akkor az az igére vonatkozik, amit aláhúztam. Az ige és az ölot közé berakom a tárgyat, és azt fogja jelenti, hogy sokat. Tehát a I spend money a lot, az azt jelenti, hogy sokat költök, mint pénzt. Pénzt sokat költök. Hogyha azt mondom, hogy I spend a lot of money, akkor sok pénzt költök. Nézzük következőt, ugyanígy megcsinálom mind a két verzióba. I meet my friends a lot. Sokat találkozok a barátaimmal. Vagy I meet a lot of my friends. Sok barátommal találkozom. I like to read a lot. Itt ezt úgy lehetne fordítani a like esetén, hogy nagyon. Nagyon szeretek olvasni. Vagy I like to read a lot of books. Sok könyvet szeretek olvasni. Itt egy szabályra szeretném felhívni a figyelmet. Két ige között mindig to lesz. Jó? Like to read. A like és a read is ugyanúgy ige. És itt az ölot a like-ra vonatkozik. Hogyha like van a mondatban, és az az alany után áll, akkor biztos, hogy az ölot a like-ra vonatkozik. És ezt úgy fogjuk akkor folytatni, hogy nagyon, nagyon szeretek. I like reading a lot, ez ugyanaz jelenti, mint az első, annyi, hogy a to helyett inges alakot használtam. Tehát vagy azt mondom, hogy I like to read, két ige közé tud, vagy like reading. Ott a reading az már egy ragozott alakja a to read igének, és az, mivel ragoztam ing-vel, már főnév. Jó? Tehát minden igét, hogyha inges verzióba teszünk, inges formára ragozunk, akkor az főnév lesz. Tehát például a reading, olvasás. Szó szerint azt jelenti, hogy az utolsó mondat, hogy I like reading a lot, hogy nagyon szeretem az olvasást. Hogyha azt mondanám, hogy spending, ugye látjátok ott a mondatot, I spend money a lot, akkor spending az azt jelenti, hogy költés, költekezés. Hogyha azt mondom, hogy milyen igét, például van az, hogy mondjuk az nem jó, legyen az, hogy wash, az mosni, to wash, mosni, washing, mosás, write, to write, írni, writing, íromány, írás. Jó, tehát minden igét, hogyha inges alakba teszel, akkor az főnévé válik. És ugye az a szabályunk, hogy van egy alany, ige, tárgy, és utána bármi egyéb. Megint, I like reading a lot. I, alany, like, ige, reading az maga a tárgy, ami ugye főneves állapotban van, az inges rag miatt, és minden egyéb az itt az ölot, ami azt jelenti, hogy nagyon. Tehát nagyon szeretek olvasni, vagy nagyon szeretem az olvasást, I like reading a lot. Nézzük, plenty of. There are plenty of pairs of shoes at the entrance, somebody might fall. Szasonlít az előző mondathoz, hasonlít az előző mondathoz, ami egy pár oldalon az előbb volt. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok pár cipő van a bejáratnál, lehet, hogy valaki elesik. I want to have plenty of friends. Szeretném, vagy azt akarom, hogy sok barátom legyen. Megint két ige közé to van. I want to have plenty of friends. Ezt úgy is lehetne mondani, hogy I want having plenty of friends, viszont a having szó az nagyon ritkán szerepel, úgyhogy ezt nem ajánlom, viszont nyelvtanilag nem lenne helytelen. They spend plenty of time gardening. Nagyon sok időt töltenek el kertészkedéssel. Tehát to garden az kertészkedni, gardening kertészkedés. Nézzük a bunch of. We need a bunch of bananas for the cake. Sok banánra van szükségünk a tortához. I want to buy a bunch of flowers for my mom. Szeretnék venni egy csokor virágot anyukámnak.
úgyis lenne folyton, és szeretnék venni sok virágot az anyukámnak. Mind a kettő elfogadható. Most beszéljünk egy picit még egyszer a főnevekről, jó? Tehát mondtam, hogy megszámolható és megszámolhatatlan főnevekről is lehet mind a három szerkezetet használni. Sőt, a lotofot, ő lot formában igével is. Nézzük ezeket még egyszer, jó? Tehát az első két mondatban people volt, azok megszámolható főnevek, money, megszámolhatatlan főnév, spend, meet, like, ezek igék, és ezt csak az ő lottal lehet használni. A plenty of és a bunch of-ot az csak főnevekkel lehet használni, nézzük. Plenty of pairs, ugye ez egy gyűjtőszó. A shoes az megszámlálhatatlan, csak úgy néz ki, mint hogyha megszámlálható lenne, a plusz s miatt. Azt mondja, hogy friends, megszámlálható, azért több eszámba kell tennem, mert sokról beszélek. Azt mondja, hogy következő time, megszámlálhatatlan, nem tudom több eszámba tenni. Bunch of bananas, megszámlálható, azért több eszámba kell tegyen, mert sokról beszélek. Flowers, ugyanez. Nézzük, következő fejezet, a little és a few. Hasonlít a match és a money az olyan tekintetben, hogy az egyik megszámlálhatóval lesz, a másik pedig megszámlálhatatlannal lesz párosítva. A little-t azt a megszámlálhatatlannal tudjuk párosítani, és a few-t pedig a megszámlálhatóval. Nézzük egy pár példamondatot. I have a little money, let's buy pizza. Van egy kis pénzem, vegyünk pizzát. Ja, azt nem mondtam, de mind a kettő azt jelenti, hogy kevés vagy kicsi. I need a little bit of time for myself. Szükségem van egy kis időre, amit magamra fordítok. I want to sleep a little longer. Egy kicsit tovább szeretnék aludni. I have little patience when it comes to waiting. Kevés türelmem van, amikor a várakozásról van szó. Tehát to wait, várni, waiting, várakozás. Itt megint a ragozásról van szó. És I sing a little every day. Egy kicsit énekelek, egy keveset énekelek minden nap. Itt láthatjátok, hogy az a little, azt megint össze lehet rakni igével, ugyanúgy, mint az előbb az a lotot. Jó, tehát itt az a lotot is össze lehet párosítani igével, és itt tovább megyek, az a little-t is párosítani lehet igével. Jó, I sing a little, egy keveset énekelek. Mondjuk, I study a little every day. Minden nap tanulok egy keveset. Jó, és akkor lehetne még így sorolni. Nézzük a few-t. I have a few friends, why? Van egy pár barátom, miért? Do you have a few apples? I want to make a pie. Van egy pár, van egy kevés almád? Szeretnék pitét csinálni, készíteni. He knows a few celebrities. Ismer egy pár hírességet. There are a few men who don't like to do the laundry. Van egy pár férfi, aki nem szereti, nem szeret szennyest mosni, elvégezni a nagymosást. A laundry az maga a mosás, a szennyes. Do the laundry, az kimosni a szennyest, kimosni a ruhákat. Nézzük Sam és Annie, ez lenne az utolsó fejezet ennek a leckének. Ez úgy kell elképzelni, hogy ez egy kontrasztos pár. A Sam az azt jelenti, hogy valamennyi, az Annie azt, hogy semennyi. Vannak olyan esetek, amikor ezt nem igazán tudjuk igazán magyaros lefordítani, tehát ez lehet, hogy egy picit problémát fog jelenteni, de megpróbálom majd úgy lefordítani a mondatokat, hogy ez picit talán segíteni fog az értelmezésben. Azt mondja, hogy a számot nagyon gyakran fogják használni udvarias kérdés esetén, és nem sűrűn használják tagadásban, az anyt viszont használják tagadásban és kérdésben, és hogyha arról beszélünk, hogy kontrasztos párok, akkor azt mondanám, hogy amikor azt mondanám, hogy semennyi, tehát tagadok, akkor az any lesz a mondatban tagadással, tehát azt kéne mondanom, hogy a számnak a negatív párja az any, mert a számot azt nem használom tagadó mondatban. Hogyha ennek van valami értelme. Tehát a számnak úgy lesz az any a párja, hogy a számot még kijelentő mondatokban és kérdő mondatokban fogjuk általában használni, addig az any csak tagadóban. Jó? Tehát ez így kontrasztos pár. Az egyik itt, a másik ott. Nézzük a példamondatokat. Do you want some water? Akarsz egy kis vizet? Valamennyi vizet?
Do you need some time? Szükséged van egy kis időre? Valamennyi időre? There are some people who like to cook. Van egy pár ember, aki szeretne főzni. A számot mindegyik mondatban egy picit máshogy fordítottam, és a szimplán pusztán azért van, mert a szám az ugyan azt jelenti, hogy valamennyi, de igazából azt jelenti, hogy több, mint semmi. És ezt úgy fordítod, ahogy neked kényelmes, ahogy neked logikus a mondatban, a szöveg környezetben. Hogyan jön természetes módon maga a mondat fordítása. Mindegyik fordítás teljesen jó. Azt, hogy valamennyi, azt nem sűrűn használjuk a mondatok során, viszont a valamennyi az kifejezi azt, hogy több, mint semmi. Az any az mindig semmi, nulla, zero. Nézzük a mondatokat. There isn't any milk left in the fridge. Nem maradt semennyi tej a hűtőben. Do you have any clean t-shirts? Van bármennyi tiszta pólód? Egyáltalán van tiszta pólód? There aren't any apples in the basket. Nincs egy darab alma sem a kosárban. Jó, tehát ez lett volna a mai napra. Tudom, hogy ez egy nagyon nagy falat volt. Remélem, hogy azért tiszta. Mindenképpen töltsétek le, amiket letudtok odalent a leírásban, rengeteg gyakorlást raktam be. Lesznek szerkezetek is, amiket érdemes elolvasni és át-át nézegetni, kiírni, gyakorolni. Ez egy olyan lecke, ami nagyon sok gyakorlást igényel, szimplán pusztán azért, mert magyarul ezzel nem foglalkozunk ennyit. Viszont angolban ez egy nagyon-nagyon fontos témakör, úgyhogy ha bárkinek bármilyen nehézsége akad, akkor légy szíves, csak írjatok rám, akár Facebookon, akár YouTube-on egy kommentet írjatok, mert biztos, hogy van olyan, amilyen kérdésre nem válaszoltam. Nagyon nehéz így kitalálni, hogy kinek mire van szüksége. Viszont nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megértsétek, jó? Tehát nekem ez a lecke nagyon sokáig tartott, mire megértettem. Nagyon sok hibát vétettem, sőt, még a mai napig is van, hogy néha-néha elröntöm a mondatokat, aztán hirtelen ki kell javítani. De ez egy nagyon-nagyon fontos lecke, és ez valóban az alapfoknak egy része. Tehát ezt nem tudjátok kibekkelni. Hogyha az alapokra készültök, mindenképp kelleni fog. Úgyhogy bármire szükségetek van, légy szíves írjatok, és megpróbálok válaszolni, amilyen gyorsan csak tudok. Egészen addig pedig jó tanulást, vagy jó pihenést mindenkinek. Sziasztok!